A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör nézőit és hallgatóit. Nagy örömök és nagy bánatok a mai műsorban is, és ismét bebizonyosodott, hogy egy hét alatt mekkorát tud fordulni a világ, hát akár jó, akár rossz értelemben csapatokkal, sportolókkal, szurkolókkal, úgyhogy a mai adásban hát kettő vagy három, ahogy majd az adás időbe fér, olyan témánk van, amelyek szerintem önállóan kitennének egy adást, bőven lehet róluk beszélni, főleg, hogy beszélni azért bőven tudó kollégákat hívtam a mai adásba, és itt van velünk Farkas Szilárd kollégám a Fehérvár Média Centrumból, Mátai Balázs kollégám szintén a Média Centrumból, illetve a Média 24-től, és hát Horog László, aki pedig bárkiről, bármiről, bárhol, bárhonnan a világból képes bejelentkezni, és nagy rálátással bizonyítani, hogy mindene rajta tartja az ujját. Szóval nagy témák... A kezét, jó, oké, az ütőerén az ujját szokta az ember, de legyen így. Hát kezdjük azzal, ami jó és örömteli, és ami azért nekünk fehérváriaknak is, ha úgy tetszik, duplán megdobogtathatja a szívünket. Ugye a jégkorong válogatott kiharcolta negyedszer a sportág történelme során az A csoportba kerülést, és most először világbajnokként nem mondhattuk még el korábban soha, hogy a magyar válogatott világbajnokságot nyert, illetve még ugye a C csoportos időszakokban, amikor így jegyezték, vagy így rendezték a jégkorong VB-ket, akkor persze volt, hogy feljutottunk a C-ből, és hát az is így ilyen ma már történelmi sikerként emlegetett dolog. Tehát ez most valami egészen más, hiszen Szlovéniában, illetve Szlovéniát először legyőzve Olaszországban, Dél-Tirolban, ugye Bolzánóban harcoltak ki a csapat a feljutást, úgyhogy az olaszokat is megverte. Mindezzel együtt ez a világbajnokság nem csak erről lesz emlékezetes, de hát amikor egy héttel ezelőtt itt az esélyeket latolgattuk, akkor még mindenki inkább óvatos volt, én is, hiszen itt azt sem tudhattuk biztosra, hogy mondjuk Dél-Korea vagy Japán ellen ez a válogatott mire lesz képes. Hát aztán láttuk, hogy mire képes. Most akkor így nagyon őszintén a kezeteket a szívetekre téve mertetek feljutásba reménykedni a világbajnokság előtt? Igen. Mindenképpen. Balázs nagyon őszintén megmondta, pacekba. Abszolút. Ne, de hülyeségeket beszél. Nem. Figyelj, akkor Ocskai Gábor is hülyeségeket beszél, mert vele beszéltem pont az indulás előtt. Már olvashatták is az fmc.hu-n itt a reklámhelye az interjút, ahol ő is elmondta, hogy nagyon kiegyensúlyozott ez a mezőny most, gyakorlatilag a világ elit mögött, ami egyébként évek óta így van, de most ez a VB előtti időszakban, amikor beszéltünk róla, akkor teljesen egyet lehetett azzal érteni, amit mondott, magam is ezt tartom, hogy annyira kiegyensúlyozott ez a mezőny most, hogy gyakorlatilag nem lehet senki ellen tutira menni. Az első kikaphat az utolsótól, ahogy ki is kapott gyakorlatilag, ha az erős sorrendet vesszük Dél-Koreától mindjárt a rajton Szlovénia. És aztán utána mi is kikaptunk a székelyföldi válogatottól, mondjuk így, mert azért igazi ekte román, bocsánat, tényleg nem megbántva őket, de nem, tehát 2-3 volt mutatóba ebben a keretben és ebben a csapatban. És a válogatott úgy tudta lehozni ezt a VB első helyet, hogy igazándiból közben derült ki, hogy gond van, hogy nem megfelelő a pH-sz. Lehetett előre is tudni az edző és a csapat néhány tagja között, hiszen volt, aki eleve nem is vállalta a válogatottságot már, hogy káosz van, meg egyet nem értés és a többi. De ezeket mind félre tudták valahogy fejben tenni menet közben, és a borzasztó gyenge román meccs után, bár igazából ott sem a játékkal volt gond, hanem a helyzet kihasználással, pedig azon a meccsen elég lett volna, ha megtartjuk azt az egy-egyet, amiről úgy gondolták a fiúk is, hogy hát nehogy már, és akkor próbáljuk már beverni ezt a győztes gólt az utolsó percbe. Erre mi kaptuk a vesztes találatot be. Tehát, hogyha az megvan az az egy pont, akkor már a szlovén meccs előtt feljutottunk volna, így viszont adtak egy extra izgalmat és egy történelmi jelentőségű győzelmet a végére, hogy Szlovéniát meg tudtuk verni. Hát a kiegyensúlyozottságot egyébként valóban jól mutatja, hogy ez a román válogatott, és akkor maradjunk azért az egyszerűség kedvéért a hivatalos elnevezésüknél. Tehát a román válogatott ugye két ilyen tükörsima zakóval kezdett, és eleve úgy ment oda mindenki, hogy na ez a csapat fog azért rendesen kilógni lefelé.
És szerintem az első két forduló után úgy nagyjából is el is könyveltem mindenki, hogy akkor a kieső megvan. Ehhez képest még a végén matematikai esélyük volt a feljutásra, ami nyilván komoly egészen különleges kuriózum lett volna. Szóval tényleg nagyon hullámzó volt. Hozzáketten ugye a magyar válogatott legutóbb az A-csoportból utolsó másodpercekben kapott góllal és szétlövéses vereség után esett ki, reális esély volt megkapaszkodni. Innen nézve végül is nem akkora szenzáció, hogy visszajutottunk. Egy ugye továbbra is oroszok és fehér oroszok nélküli világelitben. Nyilván azért más lenne az erőviszony, hogyha ez a két válogatott még ott van. De ez a miénk érdemeiből semmit nem volt le. Szóval nekem, ami igazán döbbenetes volt, és valóban magyar csapattól talán más sportágban is ritkán látható, hogy egy nagyon komoly mélypont, mentális, úgy tűnt, hogy morális szétesés közepette a két legfontosabb meccsre, valami brutálisan összezárta csapat. Hát most abban nem menjünk bele, illetve de, menjünk itt, most nyugodtan menjünk bele, hogy ez a kapitány ellenében vagy mellett történt, vagy ellenére, vagy neki köszönhetően, mert azért ilyet ritkán látni, hogy egy csapat ennyire nyíltan és a közönség előtt is felvállal, vagy gyakorlatilag a szakmai stáb egy részével nincs kibékülve. Én biztosan vettem, hogy ez a csapat nem jut fel. Tehát én úgy gondoltam, hogy a romanokat biztosan megverjük, Koreát, Japánt szintén, és meggyőződésem volt, hogy a szlovénok és az olaszok jobbak nálunk, ahogy a korábbi világversenyeken is. Elnézést. Azzal, hogy az orosz és a fehér orosz kiszállt, tulajdonképpen egy ötös körforgásával állt ez az A és a B csoport, illetőleg a divízió 1A, illetőleg az elit. Tehát a kiesése tulajdonképpen, ha fenn vagyunk, Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Olaszország és Franciaország tulajdonképpen, és mindig mi zuhantunk vissza, és bemaradt az osztrák, tehát tulajdonképpen nagyon érdekes volt, és én úgy gondoltam, hogy az olasz házigazdaként a drukkerekbe segítik, illetőleg a szlovénok nem ijesztettek meg, de tulajdonképpen az első vereségük délkörre erre meglepő volt, az a délkörre aztán utána mi is nagyon elvertünk, tehát tulajdonképpen én nem gondoltam volna, hogy ez a csapat feljut, óriási öröm, és nagyon nagy boldogság, és érdekes valóban, hogy ezek a problémákra rávilágított azzal, hogy Bartalis Isti karácsony jönött bejelentette, hogy nem megy a válogatottba, várta, hogy többiek is mellé állnak tulajdonképpen. Ott a szövetségben sem tetszett neki nagyon sok minden, én úgy gondolom, a kapitánya pedig végképp nem volt kibékülve, úgyhogy, és aztán mégis ez a csapat megoldott, tehát ha nem láttam az utolsó meccset, csak foszlányaiban, hát Kis Dávidot éreztem, amikor az emberelőnyös figurákat is, amikor játszottak, illetőleg a padnál olyan érzésem volt, hogy ő beszél, de valószínűleg a döntés nem az övé volt, és erre utalt aztán az egyik játékos is, de ilyen nyilatkozatot én még nem nagyon láttam egy szituációban, de ha ez kellett a feljutáshoz, akkor tulajdonképpen minden jól alakult. Ami érdekes, ugye, ha a románokról azt mondtuk, hogy hát két sima vereséggel kezdtek, és aztán a végén még akár fel is juthattak volna, a szlovénok, ahogy említetted, Laci, szintén egy sokkoló, valószínűleg hideg zuhanynál is hidegebb vereséggel kezdtek Dél-Korea. Ehhez képest ellenük már úgy játszottak, hogy már feljutottak. Tehát ez az egész valahogy egészen abszurd módon alakult. Egy csapat egy sokkoló vereség után két meccs alatt kiharcolja a feljutást, egy másik két zakó után versenyben van. Mi egy tényleg nagyon különleges közjáték után, amiről most már azért mindjárt beszélünk, csapatként bizonyítjuk. És ami azért nem elhanyagolható, azzal együtt mondtad, hogy az olaszok nyilván bíztak a hazai pályában, azért a magyar szurkolók megint elképesztő tulajdonképpen a hazai pályát biztosítottak, ami a közvetítéseken átjött, ugye egyikünk sem volt helyszíne jelen, nem kellett attól tartani, hogy akár az olaszok ellen a hazai közönség az ledrukkolja, vagy túl harsogja a magyar szurkolókat. Hát azt hiszem, hogy ugye azt beszéltük annak idején, hogy örömjátéknak kell lennie valamilyen szinten, ha már kint vagyunk ezen a megmérettetésen, és valamilyen szinten biztos, hogy az volt, mert ugye, vagy feljutunk, vagy nem jutunk fel, most itt 50-50% volt az esély, hogy ki mit remélt előtte, de örömjátéknak kellett volna lennie, nem kellett volna, hogy nyomás legyen rajtunk, és érdekes, hogy nem tudom, mikor akarsz rákanyarodni ugye a belső problémákra, de érdekes módon nem a többi csapat miatt volt rajtunk a nyomás, hanem a belső ellentétek miatt. És ugye, ha már egy kicsit rákanyarodhatunk, én vissza kell megint csak kanyarodnom az Alba Arena megnyitójára, ugye nagyon sok játékos nyilatkozatából, hát ugye Galoé volt a legszembetűnőbb nyilatkozat, aki nyíltan neki ment a szövetségi kapitánynak. De már a Dudu nyilatkozata is nekem egy kicsit gyanús volt, ugye én személyesen beszéltem vele az Alba Arena megnyitója előtt a felkészülési mérkőzésen a csütörtöki napon,
illetve az előtt, az a nyílt edzésen, és azt mondta, hogy igenis, hogy minden, valami ilyesmit, hogy igenis, hogy mindenkinek be kell látni, és meg kell szokni azt, hogyha a szövetségi kapitány azt mondja, hogy jobbra menjünk, akkor jobbra menjünk, ha balra, akkor balra. Ez akkor egy kicsit gyanús volt, nekem nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, és mégis volt neki valószínűleg, ő sem volt kivékülve valamilyen szempontból a helyzettel. Igen, ezt valóban itt is elmondta, amikor adásban volt még a VB előtt nálunk, még nyilván elsődlegesen, mint a Hidro Fehérvár a V19 vezető edzője, és utána beszélgettünk, hogy léteznek valóban problémák, nem csak egyébként a szövetségi kapitánnyal, hanem amiatt is mondta ő, hogy a keretnek az igazi vezére, az egyéniség hiányzik, aki régen az öltözőben mindig megvolt, aki csak ránézett a többiekre, intett egyet a szemével, és mindenki tudta, kihez kell igazodni, ki után kell menni. Gondolom azért ez is alakult a későbbiekben, mert nyilván ilyen egység nélkül nem jutott volna fel a csapat. És hát azt is mondta, hogy valóban tök mindegy, hogy milyen játékos véleménye az edzőjéről, a kötelessége az, hogy megtegye, amit kér. Na és akkor itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ami nagyon különleges volt számomra, annál is inkább, mert miután a románoktól kikapotta a válogatott, akkor jött Gallónak ez a, tegyük hozzá, azon melegében, pályaszélén, mindenki tudja, hogy ott azért még nincs idő lehiggadni, még nincs idő megfontoltan beszélni, és magunk is többször méltattuk egyébként a hoki meccsek után, hogy milyen őszintén pacekban tényleg megmondják a véleményüket. Tehát volt egy ilyen erősen felhevült nyilatkozat, ami számomra azt tette különlegessé, hogy előtte volt egy meccsünk Korea ellen, amitől eredetileg azért tartottunk, ahol egy harmad alatt parádézott és kiütötte az ellenfelét a magyar válogatott. Tehát úgy tűnt, hogy minden rendben van. Kezdtünk két győzelemmel, megvertünk két sötét lovat, akiktől egy kicsit azért tartottunk, a csapat sinem volt, és hát játszottunk a leggyengébbnek tartott ellenféllel. Na most ezek után egy ilyen nyilatkozat, még úgy is, hogy vereség lett a vége, nyilván ott csak kirobbant a szellem a palackból. Ezzel kapcsolatban, amit először kérdeznék tőletek, azért sokat látott újságírók vagytok, rengeteg interjút készítettetek ti is már, meg hát a sportvilágában, nem csak a hokiban és nem csak a magyar sportban azért tájékozottak vagytok, hogy szerintetek alapvetően mondhat-e ilyet egy játékos mikrofonban a nagy nyilvánosságnak? Most tekintsünk el attól, hogy mire lett a hatása, hogy mi váltotta ki, vagy mennyire volt igaza, mert ezekről is beszélgethetünk. De hogy azt mondani egy edzőre, hogy egy bohóc az edzőm bele a mikrofonba a nyilvánosság előtt, ez bátorság, karakánság, vagy esetleg némi meggondolatlanságot láttok ti ebben? Nem némi, hanem nagyon sok meggondolatlanság van mögötte nyilvánvaló, és ha nem ő mondja, hanem mondjuk egy kevésbé fontos játékos a válogatottnak, bár ugye válogatott mindenki fontos, akkor szerintem lehet, hogy neki lett volna utána egy kis pihenő, de tényleg Gallo azért az egyik kulcsjátékos Svédországban, Finnországban edződik nyugati profiligákban. Ettől függetlenül ő sem veheti magának azt a bátorságot, hogy azt mondja a szövetségi kapitányra, hogy bohóc. Mint ahogy ugye, bátor nyilatkozatokról beszélünk, azért Hári Jánosnak a tavalyi Magyar Kupa döntő után nyilatkozatát is vegyük ide, aki mindjárt azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy ez a jó ember itt el szokta csalni ilyen szituóban a meccseket, vagy csinál ilyesmit. Utána azért volt elnyelnye, meg eltiltás. Most itt azért gondolom a VB miatt, meg úgy egyáltalán a szituáció miatt nem akartak ebből nagyobb cirkuszt a szövetség illetékesei, és hát kellett is Gallo a csapatba tényleg, mert ez nagybetűs csapat volt most összességében véve. Valóban nem a magyar válogatott most a legerősebb ebben a mezőnyben, sőt szerintem az olaszok is egy picikével, tehát ha játékerőt nézzük, és Szlovénia egyértelműen gyorsabb, erősebb hokit játszik, de csapatként mi voltunk a legjobbak, ez kétségtelen. Most független attól, hogy ki meccselt, meg a McAdam néha látszott rajta, hogy mintha ott se lenne, hogy mosolygott el volt. Rengeteg információ jön arról egyébként, és én akiknek a kommentjeit olvastam, tehát olyan kollégákét, meg olyan emberekét, akik benne vannak valamelyes, meg ismerik a háttértörténéseket, igazából mindenki úgy volt ezzel, hogy ha nem is felmentette Gallót ezért a nyilatkozatáért, de minimum azt odaértek, hogy azért nem véletlen. Tehát, itt valóban vannak problémák. Nem is ez a kérdés. A kérdés az én szememben, egyrészt mondom még egyszer azt, hogy egy játékos a nyilvánosság előtt lebohóchozhatja-e az edzőjét. Másrészt, hogy ilyenkor a személyes sérelem mennyire van benne.
mert Gallu ugye azt is megmondta, hogy hát őt betették a negyedik sorba, őt nem hagyják emberelőnyben játszani, ő nyilván magára is úgy tekint, joggal persze, hogy ennek a magyar válogatottnak egy húzó embere, az egyik legjobb magyar jégkorongozó, de mégiscsak van egy ilyen személyes sértettség benne, ezért merül fel számomra, hogy valójában ez egy jobbító szándékú nyilatkozat volt, vagy pedig egy elkeseredett odavágás, hogy akkor kapjátok be, akkor elmondom, hogy ez egy hülye gyerek, én meg itt szenvedek a csapatba, ahelyett, hogy ütném a gólokat. Érdemes egy kicsit visszamenni az időbe, amikor távozott Rich Csernomáz, aztán Kevin Konstantin, és ő volt a szakmigazgató Don Nekedem, és aztán nem találta kapitányt, vagy nem vállalt el senki, és ő kinevezte önmagát. És akkor már többen mondták, hogy 15 éve nem állt a padnál ez a 73 éves ember. Én utána néztem, 2 szezon töltött az NHL-ben komoly csapatnál, de másodedzőként. Ez megint más. Onnantól szoktak kirobbanni az edzők, hogy olyan szakmai munkát csinál, olyan emberekkel dolgozik videóelemzőnként, és várja a lehetőségét, és ő fel sem merült, hanem alacsonyabb amerikai ligákban dolgozott. Ettől még lehet jó szakember, de valóban a padnál zajló munkában látható másfél évtizede nem volt benne. A Bartalis távozásom előrevetített dolgokat, és aztán nyilván ezeket a problémákat a szönyeg alá söpörték. Itt Gallu Willy kapcsán egyértelmű a pillanatnyilag legmagasabban jegyzett magyar jégkorongózó, hiszen Sebők Balázs elment a Bundesligába, jön haza Fehérvárra, nagyon jó hók is, de most a Linköpinggel tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy Gallu a legjobb magyar jégkorongózó. Ezek után joggal várta azt, hogy nem harmadik és negyedik sor között lökögetik. Az más kérdés, hogy morálisan, ha egy nagyon komoly válogatott, nagyon komoly keresztmetszettel, nagyon sok játékossal, akkor másnap fölteszik a repülőre, tehát ilyen megengedhetetlen. Az más kérdés, hogy mindenki mérlegelt és számolt, hogy Gallura szükségünk van, nélküle valószínűleg nem tudjuk megcsinálni, nem tudjuk az edzőnek milyen szerződése van, hogy milyen okokozati következményekkel járt volna azonnali határa, őt menesztik, az megint nagyon furcsa helyzetet teremtett volna, és egy nagyon jó konszenzusos döntés született, hogy kis dudú meccset láthatóan. Viszont előzőleg is én úgy éreztem, hogy ő meccsel, viszont nyilván az utolsó döntés nem az övé volt. Tehát, hogyha ő rajzolta a taktikát, meg ő mondta el a feladatokat, de valószínűleg ezt előzőleg egyeztette Nekedemmel. Az utolsó meccsen, az utolsó kettőn már nyilvánvaló volt, szerintem ő csinálta meg. Itt a nagy kérdés az, hogy kinek mekkora szerep jut majd a sikerből és a kondérból, mekkora adatpörköltet vesz majd ki magának a feljutás szerintem kapcsán. Szerintem az, hogy mekkora zavar van a háttérben, vagy a Jégkorong Szövetségben, azért jól mutatja, hogy egy ilyen nyilatkozat után sem született semmiféle egyértelmű állásfoglalás. Volt egy ilyen kis ejnye-bejnye, amivel Gallót se el nem ítélték, se fel nem mentették. Utána jöttek ilyen kószahírek, hogy állítólag már nem is Nekedem a kapitány, és majd a kis Dávid fog meccselni. Aztán ezt cáfolták, aztán lement a meccs, és azonnal közölték, hogy akkor Nekedemnek viszont látásra. Tehát hogyha a szövetség a kritikákkal úgy szembesült volna, hogy mint aki tudja, hogy valósak és jogosak, nyilván nem akarja felvállalni a nyilvánosság előtt, de minden intézkedés arról beszél, hogy bizony ez a Gallu nyilatkozat, ez betalált, és nem volt indokolatlan és jogtalan, csak hát nyilván egy szövetségi elnök, egy szövetségkapitány nem állhat ki a nyilvánosság elé, hogy hát bocs, igazad volt, hát mi hülyék voltunk, és egy hülyét tettünk a padra. Erre mondják szerintem egyértelműen, hogy belügy, nem szabadott volna így nyilatkozni egy játékosnak, ezt a berkeken belül kellett volna elintézni, és máshogy is, én azt hiszem, hogy a szövetség elintézte volna a nyilatkozattól függően, vagy függetlenül inkább. Szerintem Nekedemet mindenképpen elküldték volna utána a kispadtól. A nagy kérdés számomra egyébként, hogy ez például, amiről Gallu beszélt, és ami az ő kirobbanásának az előzménye volt, és nyilván ez az egész az csak egy következmény, valaki írta, és jogos párhuzam, hogyha Szoboszlai Dominiket Marco Rossi időhúzó csereként játszatná mondjuk egy Európa-bajnokságon a 88. percben, hát az finoman fogalmazva is megkérdőjelezni az illető szakmai épségét. Jürgen Klopp megteheti, hogy most már csak a 75. vagy 80. percbe cserélje be egy Liverpoolban, ami nyilván tele van klasszisokkal, és hát Kloppot sem kell senkinek bemutatni vagy méltatni az érdemeit. De a magyar válogatottban Szoboszlai Dominik nyilván az első perctől az utolsóig vezérként van a pályán. Hogy mi indokolhatta, vagy mi volt Nekedem fejében, vagy mi lehetett annak az előzménye, hogy Gallu Vilmost nem játszotta a tudásának, a képességének és a presztízsének megfelelő helyen a magyar válogatottban? Hát itt én azt gondolom, hogy két dolog lehet.
Az egyik az egészen extrém, és nem is gondolnék rá, de mégis azért elmondom. Tehát, hogy McAdam egyszerűen már nem volt nagyon képben. Hiába ő volt a szakmai igazgató, meg szövetségkapitány, nem figyelte napi... Te gondolod, hogy nem mondta valaki elnök, hogy ez a gyerek a legjobb játékos, nem, nem figyelte napi rendszeressége, ki melyik csapatba játszik, ki honnan jött. A keretösszállításra és nyilván a pályaedzők súgták, meg mondták, hogy akkor őt, és meg akik vállalta még. Tehát szerintem már nem nagyon volt képbe, ez lehet az egyik oka ennek a történetnek, a másik pedig az, hogy tényleg nagyon régen nem volt gyakorló edző, és bár mondjuk nem tudom, ha ifi edző lett volna, akkor is én azt gondolom, hogy Gallóta az utolsó, a négyes, negyedik sorba játszatni, vagy a kettő között lifteztetni, és mondjuk emberelőnyös szituációba egyszer sem behozni az első két meccsen, az úgy eléggé meleg történet. Mindegy, elmúlt, ő maga mondott le a végén, hogy megy haza Kanadába, kívánom neki boldog nyugdíjas éveket, a válogatottnak pedig egy új bevonult, tökös bocsánat, szövetségi bevonult kapitány. A magyar jégkorom legendáriumába, a Bohóc, aki felvitte az átcsoportba. Ugye itt azért az elődeit elnézve azért jó nevű edzők harcolták ezt ki eddig. Azért nyilván Kis Dávidnak adjuk meg, ami jár, mert hogyha hivatalosan nem is ő volt a szövetségi kapitány, de magyar szakemberként azzal a szezonnal, amit a Volánnal első éves vezetőedzőként letett, és ezzel nyugodtan mondhatjuk, hogy káprázatosat alkotott. Abszolút. És a Szilasi Zolinak is adjunk egy okét, mert ő is látszott a szlovénök ellen időkérésnél, ő beszélt, az látható volt, tehát azért ő is benne volt vastagon ebben a történetben. Még annyit csak egy kicsit visszakanyarodva, ismét csak a nyílt edzésre, hogy én úgy ugye láttam, hogy mennek a dolgok, nyilván csak egy jó fél órát voltunk ott, de akkor én azt láttam, hogy amikor összejön a csapat a táblákhoz, és a másodedzők mondják a dolgokat, ugye nem tudjuk, hogy mennyire van ilyenkor egyeztetve előre a szövetségi kapitánnyal, hogy kinek mi a feladata, én legalábbis nem tudom, de én azt láttam, hogy minden olyan technikai, taktikai elemet ők rajzolnak a táblára, és ők magyaráznak a csapatnak, ami nem tudom, hogy az ő dolguk lenne, nem pedig a kapitányi. A kapitány annyit csinált, hogy amikor voltak egyéni feladatok, akkor ugye kapura lövő, stb. Akármi, akkor oda ment néha egy-egy játékoshoz, és valamit sugdosott a fülébe. Tehát én ennyit láttam a pszichikai munkájából. Felkészítésére felelt, és Gallo esetem mutatja, hogy ez milyen jó sikerült, nem? Tehát hogy végül is sikerült mindenki a maga javára, a maga nem is állítani. Hittem el, hogy ilyen megtörténhet. Vége a meccsnek, nem játszunk jól, kikapunk a erdélyi fiúktól, és ilyet mond egy játékos. És aztán folytatja, hogy tulajdonképpen a harmadik és a negyedik sor között dobál, nem bízik bennem, nem tudok a kedvére tenni, nem is értem, hogy ezt megteszi. Tehát önképpen olyan nagyon számonkérő volt érthető módon, és aztán később gondolkodtam, hogy tényleg a legmagasabban jegyzett magyar hokis, de nem nagyon volt ott a helye. De jutólag azt mondom, minden jól alakult, tehát nincs elég jó hokisunk ezen a szinten. Itt az elit fogja majd bizonyítani ismét, hogy rendelkezünk a játékosokkal. Gondolkodtam ezen, hogy nyilvánvalóan Bartas Istire szüksége lenne a válogatottnak, a második gyerek is addigra egy éves, tehát el tudna menni. Csak azok után, hogy nem vívta ki a csapattal a feljutást, ő egyáltalán vállalná-e, a társak szeretnék-e. És a Galo nyilatkozat után nem sokkal jött Brunya Bális, aki egészen elképesztően védett, és azt mondta, hogy nem is tudom, hogy kezdjem, hogy ne bántsak meg senkit. És akkor azt mondja, hogy onnan jönnek a lövések, ahonnan nem kéne, és utána Hári is utalta arra, hogy itt azért vannak problémák. Most nem tudom, pusztán az, hogy ki hányadik sorban van egyáltalán, vagy nem bíztak a kapitányba, az teljesen nyilvánvaló. Én azt gondolom, egyáltalán nem ismerve a háttértörténéseket, tényleg csak a sajtóban, meg a médiából tájékozódva, hogy nyilvánvaló, hogy jól lehet Gallo kirohanása, a bohócozása a vezetőedzőnek szólt, illetve a szövetség kapitánynak, de például már Bartal is az, hogy lemondta a válogatottat, ez a szövetség felé is egy kemény kritika volt, hiszen a szövetség kell, hogy megteremtse azokat a munkakörülményeket, úgy a szakmai háttér tekintve minden egyebet, ami miatt egy játékos úgy érzi, hogy mondjuk érdemes a válogatottban játszani, hát nem azt mondom, hogy pazarolni az idejét, mert nyilván ez egy nemzeti válogatott esetén nem merül fel, de tény és való, hogy ha itt kritika megfogalmazódott, akár ilyen burkoltan, mint például Bális esetében, az szerintem messze nem csak a szövetségi kapitánynak szólt, és ezek azok a kérdések, amiket most már nem fogunk tudni, meg nem is nekünk kell kitárgyalni, de hosszabb távon a csapat lehetőségeit, reményeit, akár az átcsoportban a helytállást illetően nyilván van mit rendbe rakni, mert én azt gyanítom, hogy itt nem a probléma egyetlen megoldás, hogy akkor most McAdam hazamegy, és többé nem bohóckodik a válogatott kispadján.
A magyar jégkorongot mindig így példaként állítottuk ugye még a régi időkben, hogy milyen elképesztő erőn felül teljesít hihetetlen körülmények között. Most a körülmények rengeteget javultak, látjuk, hogy vannak azért jó eredmények is, vannak jó játékosaink még, ha nem is túl nagy számban. Tehát most lenne jó, hogyha minden ideális lenne, és oda lenne rakva mögé a csapat mögé, hogy akár az alcsoportban is mutathasson valami szépet és nagyot. Hát meglátjuk, hogy így lesz-e, az biztos, hogy ez a történet jó véget ért, és bohóckodás ide vagy oda, most már mindenki a hősöket ünnepelheti. Mi is gratulálunk természetesen különlegesen és kiemelten a fehérvári fiúknak, azért nem kevesen voltak benne ebben a sikerben, Kis Dáviddal az élen, de nyilván a játékosokat is fel lehet sorolni, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy csodás hoki szezon van szerintem Székesfehérvár mögött is. Viszont a másik történet, amiről beszélünk, ez sajnos nem írt ilyen szerencsésen vagy szépen véget, bár vége még nincs. A kosarasok egy héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk éppen az elődöntő második meccse előtt álltak, akkor még csak annyit tudtuk, hogy ugye itthon legyőztük a Szolnokot, az Arkonik Alba Fehérvár legyőzte, és vezet a párharcban. Azóta viszont hát sajnos három vesztes meccs következett, és ezzel az óriási reményekkel várt, és hát döntőbe jutással kecsegtető szezon, hát nem mondom, hogy érdemi része lezárult, mert a bronzérmet is meg kell még persze szerezni, de hát gondolom, hogy ez mindenkinek csalódás. Tehát, hogyha azt mondtuk a hokisokra, hogy nem vártuk tőlük, nem reméltük, vagy csak titkon reméltük a feljutást, a kosarasok egy ilyen alapszakasz után azért nem kimondatlanul, inkább kimondva a döntőre voltak esélyesek. Laci, te magad többször is megfogalmazott, hogy elképzelhetetlennek tartod. Nem jöttek be a megérzéseid mostanában, azt kell, hogy mondjam. Mert hát ez a Szolnok, én azt gondolom elsődlegesen a bővebb keretét kihasználva szépen bedarálta az Albát. Kapufa, kifele pattant valóban. Kevesen voltunk, de én úgy gondoltam, hogy ezért ez a lendület kitart a döntőig, csak a ismétlést, összefoglalókat láttam legutóbbi Szolnok elleni hazai meccsről, aztán tegnap elmentem Szolnokra, én is kíváncsi voltam. Tulajdonképpen nem nagyon volt esélyünk, tehát mindent megtettek, be a kalappal, öt ember játszottak gyakorlatilag végig azt a meccset, és kevesen voltunk. Tehát ott a padról bejött egy Lukács Norbert, aki hozzátett sorsdöntő triplával, láthatóan jól játszott, nálunk ezek a momentumok hiányoztak. És valóban Roberts kimondott a jó játékos, és az ő hiánya különösen érezhető volt, és erőn felül nyújtott Chambers is, a Vuja az itthoni meccsen a 40 pontjával, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen kell erősebb keresztmetszet, de nagyon könnyű erről beszélni, hiszen itt a 6.-7. játékosnak is olyan jövedelmei igényei vannak, amit úgy gondolták az Albánál, hogy van egy nagyon erős mag, 5 jó külföldi, jön a Vuja padról, és aztán, ha bármi történik, akkor majd kicsit pihen, aztán visszatér és megoldja a meccset. Amire volt is példa, de igazából ott érdekes volt a hangulat nyilván a fehérvári táborban, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha tegnap valamilyen csoda folytán nyertünk volna Szolnokon, hogy itthon tudtunk volna nyerni, hiszen rendkívül fáradt volt ez a csapat. És mondom, én vártam a döntőt, sőt biztosra vettem, én úgy gondolom, hogy mindent megtett ez a csapat azért, hogy jól szerepeljen. Amikor az első mérkőzést úgy nyerte meg az Alba, hogy nagyon sokat előtte a szezonban, hogy a harmadik negyedben, amikor már a fiatal szabály ugye nem kötötte a vezetőedzőt, akkor a legerősebb 5 játékost forgatva bedarálta az ellenfelet. A Szolnokot nem sikerült 20 ponttal megverni, de az egy biztos győzelem volt. Az, hogy Szolnokon kikapott utána a csapat, ez is benne van, ez a Szolnok, láttuk, összeállt, erős, mély keletű. A harmadik meccs viszont, aminek a végjátéka egy óriási dráma volt, és lehet erre kihegyezni, meg a klub közleményben ugye jelezte is, hogy a játékvezetői ítéletek nem voltak, vagy a játékvezetői tevékenységének a színvonala nem volt méltó az elődöntőhöz, de azért ezen a meccsen 22 ponttal vezetett az Alba. 35 vagy 37 pontot dobott az első negyedet. Úgy kezdődött, hogy egy ilyen gyalulás lesz. És azért szűkös keret ide vagy oda, azért 22 pontos előnyből egy hazai pályán már be lehet érni a célba. Ott azért még nem akkora a fáradtság. Én azt gondolom, hogy ott dőlt el ez igazán, hogy ezt az előnyt nem sikerült megtartani. Abszolút, így van. Ez a 22 pont, ez elégnek kellett volna legyen. Főleg a két csapat előéletét tekintve az elmúlt szezonban
másfél éves Szolnokon ugyan kikapott a csapat, aztán az alapszakasz végén, tehát a második felében nyert az Alba, és utána ebben a szezonban oda-vissza az alapszakaszban viszonylag magabiztos győzelem a Szolnok ellen. Az első hazai meccses szintén, tehát egy négyes győzelmi sorozatból ment el Szolnokra először kikapni a csapat, az benne volt a pakliban, és jött ez az ominózus meccs. Hát 37-18 volt az első negyed. Több mint kétszer annyi pontot dobott a csapat az első 10 percben, mint az ellenfél. Aztán jött még a 22 pontos előny utána a következő negyed elején, és onnan nem lemenedzselni ezt a dolgot, főleg, hogy a harmadik, a nagy szünet utáni első játékrész azért nagyon erős szokott lenni az Albánál, és ez most nagyon nem jött úgy, de ennek ellenére a végéig meg volt, a legvégéig az esélye arra, de ott aztán Chambers nem tudta már bedobogatni, amit lehet már kicsit ő is izgult. A hosszabbítás meg hát mindig Lutri, de ott a legvégén az szerintem egy sima szabályos megmozdulás volt, amit aztán a játékvezetők befújtak büntetőre, és persze remegett nyilván a Wiggins is, de azért az egyiket bedobta, és ezzel ott nyilvánvaló, hogy az volt a per döntő, de az, hogy a csapat 22 pontos ellenőre nem tudta lemenedzselni és behúzni ezt a meccset, ez volt a dolognak a lényege. Ott itt ment el a hajó. Igen, és azért a végére kitérve ez az ítélet eszembe jut 2011-ben, amikor ugye Hanga Ádám és még a pályán Simon Balázs vezérletével játszottuk, akkor egyébként zászlós hajónak kinevezett, ugye Nyerges Zsolt által szponzorált, Adria Ligában meg nem tudom hol vitézkedő, tehát most, mint most a Falkó körülbelül olyan lehetőségekkel gazdálkodó Báder Mártonnal, Horváth Ákossal megerősített Szolnok ellen, az utolsó támadásnál ugye Hanga Ádám azon a mérkőzésen, ami egyiket, ha meggyerünk, akkor bajnokok vagyunk, tehát negyedik mérkőzés volt, Hanga Ádám zicserbe, Báder aláállt, kifordult, és akkor azt mondta Bencz úr Tamás, a játékvezető, hogy tulajdonképpen nem mondta, bár szerintem valahol mondta is, hogy már a bíró itt ne döntsön, és nem fújt. Most ez a játékvezető, aki egyébként egy, hát nem sértésből mondom, de mondjuk Bencz úrhoz képest egy senki. Ő úgy döntött, hogy 1,8 másodperccel a vége előtt, döntetlen állásnál, hosszabbításban. Én azt mondom, azt se tartom jogosnak, hogy azt mondja egy bíró, hogy fal, de nem fújok, mert ne ezt döntse el, de azt mondani, hogy döntetlen állásnál befújom, most mi történt volna, hogyha elengedi? Akkor döntetlen, és megy tovább egy második hosszabbítás, amit egyébként simán lehet, hogy a sokkal jobb erőben lévő Szolnok behúzott, bedarált volna. Hát főleg, hogy a Roberts közben megsérült, és igen, már ott de mégsem arról beszélünk, hogy egy fiatal játékvezető úgy döntött, hogy ő fúj egyet, valamit, amit látott, aztán azóta kielemezte a csapat, hogy egyébként 3 másodperces bennállás is volt ott, amit egyébként valamiért Magyarországon már nem is alkalmaznak szabályt, pedig még benne van a szabálykönyvben. Tehát egy kicsit emiatt van rossz érzése az embernek, hogy hagyni kellett volna, mert lehet, hogy a pályán is egyébként utána is egy hasonló eredmény született volna, így meg nyilván mindenkiben maradt egy rossz érzés, hogy hát egy csíp szó eldöntött lehet egy egész párharcot. De hát hozzá kell tenni, hogy tényleg mondom, tehát 22 pontot adott le az Alba, úgyhogy nyilván nem lehet csak erre ráhúzni a dolgot. Mélyebb keret kell, tehát nyilvánvaló, most ilyen fizetés, olyan fizetés. Magyar mag, ugye elment a Somogyival és a Pongóval, az a brutális trió, megy a Vólya maradt egyedül. Tehát oda a következő szezonra biztos, hogy kell egy jó magyar játékos. Tehát nem vitatva a Kass Balázst, akinek volt egy 3 triplás szenzációs első harmada vagy fél ideje az egyik meccsen, aztán azon kívül sok nem. Tehát nem rossz kezű srác ő sem, meg a többi se tehetségtelen gyerek, de több kell lennél, főleg, hogy a fiatal szabály ugye most megszűnik. Tehát most tulajdonképpen ők jók lesznek tölteléknek a padra tényleg, de kell. Tehát de inkább két jó magyar játékost igazolnék még a légiós mag mellé. Ami könnyen igazolhatunk itt az asztal mellett, összerakhatunk egy világban. Látjuk, hogy a végkifejlet miatt szükséges. A rájátszásban ez döntött most ez a rövidebb kis pad. Hát azt mutatja itt szerintem ez az utolsó két mérkőzés, hogy tulajdonképpen idáig tartott a szezon. Ugye nagyon nagy hullámzások voltak a meccsek alatt, tehát a 22 pontos különbség az utolsó meccsen, az utolsó nyertben 14 pontos különbség. Tehát én azt mondom, hogy eddig tartott nekünk a szezon az utolsó mérkőzés utolsó negyedéig, mert onnan már nem tudtunk visszajönni, ugye ezt a pontok is mutatják. Elfáradtunk, eddig tartott. Nekem egy kicsit úgy tűnt, és ez nyilván nem tudatosan volt így, hanem valóban, ahogy Laci is említett, egyébként elképesztő bérigények vannak, nagyon kevés az a magyar játékos, hát fiatal, meg aztán pláne, aki ugye érdemben hozzá tud tenni egy ilyen mérkőzéshez. Lehet, hogy annyival jobb lesz a helyzet, hogy most már nem kell, hogy fiatal legyen, de idősebb magyar játékosból sincs sok. Nyilván, aki van, az is óriási pénzeket kér. Tehát itt gazdaságilag ezt ki
hogy lemenedzselni, hogy legyen egy erős kereted, ez tényleg csak a Falco engedheti meg magának szinte jelen pillanatban. Hozzáteszem, a Szolnokban az edző összerántotta ugye ezt a keretet, hogy akár egy Rudner, akár egy Révész, aki inkább bohóckodik, meg csinálja a fesztivált, mint hogy kosárlabdázna, de mégis sokat jelent a csapatnak. Tehát lehet egy keretet is úgy menedzselni. Én nekem az volt az érzésem, hogy Vabankot játszik a fehérvári vezetés, mondvá, hogy tényleg van öt jó légiósunk, van egy vojvodánk, aztán megyünk, ameddig bírjuk. És amíg egy meccs volt hetente, addig ezt lehetett is bírni. Itt most az volt a kérdés, hogy mikor pattan el a túlhúzott nyíl, hogy a döntőben csak, vagy az ötödik meccsen az elődöntőben, vagy mint láttuk egyel korábban már, mert ezt már egyszerűen valószínűleg fizikálisan nem bírtak. A Szolnok pedig egyébként nagyon szépen is tudatosan rájátszott erre, hiszen olyan agresszív kosárlabdát játszott, hogy még az a kis szusz is kijöjjön, ami esetleg marad a csapatban. Nem is volt szerencsénk, tehát tulajdonképpen kétszer egymás után megkaptuk itt a március közepén azt a Falcót a Magyar Kupa 4-es döntőbe jutásért idegenben, akik nagyon jó állapotban voltak. Mi kiestünk, és aztán a Falcót nem nagyon láttam még nagyképűnek, de azon a meccsen a Szeged ellen az első elődöntőn nagyon furcsán kosárlabdáztak, és kiestek. A Szegednek már minden mindegy alapon bejutott a döntőbe, őket nagyon megverte az a Szolnok, aki előzőleg cserélt edzőt. Vidin névvel, nagyon örülök, hogyha szóba kerül a Vidin, most tulajdonképpen őt kevésbé szeretem e tekintetben, de összekapta ezt a csapatot, tehát nagyon jól játszottak a Magyar Kupa döntőn is, nagyon jól játszottak, most is azóta bajnokikon, és tulajdonképpen mi meg kezdtünk elfogyni, és nagyon rossz szériában találkoztunk a Szolnokkal ilyen tekintetben, hogy mi fogyóban, fáradóban, ők pedig lendületben a Magyar Kupa győzelem után, hiszen egy jó Falco kapcsán nem gondolhatta senki, hogy a Falco az elődöntő elbukik az ellen a Szeged ellen, akik szerintem ki fognak esni, mert nagyon rosszul állnak, nagyon rosszul szerepelnek, legutóbb Kaposváron kaptak ki, tehát nem alakult semmi jól igazából, ahogy szerettük volna, és ezzel együtt is tényleg megtettünk mindent, és tegnap ott beszélgettünk, hogy ha valahogy nyertünk volna tegnap Szolnokon, akkor itthon valahogy megnyerjük, de nagyon nehezen tudom elképzelni. És már Szegedre is úgy mentünk, hogy meg kell próbálni, meg is tettünk mindent, és mondom, elfogytunk az utolsó 5 percre ott is. Ott is még meccsbe voltunk, visszajöttünk, vezettünk is 7 ponttal, nagyon gyorsan visszajöttek, elmentek 10-zel, visszajöttünk egyre, és voltak kiki szituációk, de ott az, amikor friss sességgel és tiszta fej, az nekünk ott nem volt meg sajnos. Hát még annyi jutott csak eszembe, hogyha most be is jutunk a döntőbe, akkor ott milyen teljesítményt nyújtottunk volna. Sose tudjuk meg valószínűleg, de ugye az ezüstérmet azért osztogatják a döntőben, illetve annak a csapatnak osztogatják, aki elveszti a döntőt. Talán ennél egy kicsit most jobb lesz a szituáció, hiszen a bronzmeccsen is nyilván fáradt lesz már a csapat, de egy Zalaegerszeggel kell játszani, és nem egy Falcóval, viszont a bronzérmet pedig meg kell nyerni, el kell érni, meg kell nyerni ezeket a mérkőzéseket, nem pedig a vesztes meccsek után kapunk mondjuk egy ezüstöt. Nem akarom azt mondani egyébként, hogy ez egy eleve verhetetlen Szolnok. Alakulatott volna azért ez úgy, hogy meglegyen ez az elődöntő. Nyilván, ha a második meccs megvan, akkor egy ötödiken már azért a Szolnoknak sem nagyon könnyű idegenben meccset nyerni. Tehát valószínűleg az egy meccs, amit 22 pontról elbukott a csapat, az ásta meg a sírját. És hát azon meg már utólag felesleges, mert reálisan nézve, vagy innen nézve, akkor lett volna esélyünk, hogyha az Zalaegerszeg jön be harmadik helyre az alapszakaszban, erre is volt esély, és akkor az Alba játszott volna az Etével. Szerintem az az elődöntő azért neki meg lett volna. Majd most kiderül persze, mert jön Matthias Szolner a Zalaegerszeggel a harmadik helyet játszik. Ők biztos, hogy motiváltak lesznek, Szolner is és az Ete is, úgyhogy ez sem lesz még egyszerű. Szombaton kezdődik a bronz párharc, úgyhogy azért mindenkit biztatunk, hogy menjen ki és szurkoljon, mert az Alba az egész szezonban nyújtott teljesítmény alapján azért megérdemli a biztatást és a harmadik helyet is. Aztán majd meglátjuk, hogy jövőre hogyan gondolkoznak a vezetők, lesz-e keretbővítés, vagy mire lesz majd lehetőség az anyagiak függvényében. Az biztos, hogy szerintem egy kicsit a bajnokság kritikája is volt egyébként, hogy egy 6 emberes Alba 6 győzelem különbséggel tudott második lenni, tehát itt a többi csapat annyival volt gyengébb az alapszakaszban. Ez nem biztos, hogy még egyszer előfordul, ezért is sajnálhatjuk nyilván, hogy nem jött össze a döntő. Na jó, akkor a végén beszéljünk azért kicsit a fociról is, annál inkább, mert ott megint vanok ugye az örömre. Eldőlt, hogy nemzetközi kupában indulhat a Vidi. Csámcsoljunk a Vidin, hogyha már az a Vidin nem ad okot az örömre. Szóval
Nem tudom, hogy ez milyen reményekre, vagy mire jogosít fel. Én arra emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt itt azon rettegtünk, hogy valaki jön a matek és bennmaradjon a csapat. Ehhez képest jelen pillanatban a dobogó még mindig nem biztos matematikailag, azért egy meccset még mindig nem ártana nyerni. Már az utolsó fordulóban az a Diós Györgyön, aki lehet, hogy addigra mosolyt is beteszi a csapatba, mert most éppen Újpesten ugye úgy álltak fel, hogy meg is kérdőjeleződött az egésznek a komolysága. De hát most már azért bízhatunk benne, hogy ez a dobogó meg lesz, és hát a nemzetközi poron meg ugye már eldőlt, hogy meg lesz. Abszolút, az már megvan, ezzel nincs semmi probléma. De azért jó lenne ezek után nem a negyedik helyen kikötni, mert ugye most már annál rosszabb nem is lehet a csapat, hogy a Debrecen elvérzett a Fradi ellen elég komoly. Ott is az edző ugye azt mondta, hogy szégyellem magam ezután a produkció után. Aztán a Diós Győri is, az még szebb volt az Újpest Diós Győr. Érdekes ez a magyar foci, mert tényleg mi itt ugye jósolgattuk itt a szezon kezdetkor 5.-8. helyre taksáltuk a legtöbben. Én ugye azt mondtam, és kaptam is érte, hogy 4.-től a 8.-ig jó lesz ez a csapat bármire, és akkor most ott tartunk, hogy akkor ha tartsuk már meg ezt a 3. legalább, sőt, gyakorlatilag a Paks is ott van még előttünk. Most attól tartok, hogy elmegy a Vidi Debrecenbe, és ezért eléggé fel fogja spannolni a szervmester a Lokit ezután, a teljesítmény után, amit a Fradi után, a Fradi ellen nyújtottak, hazai közönség, sokan lesznek, ráküldi a Vidire szerintem, ott nagyon vigyázni kell. De igen, az utolsó fordulóban elég aztán legyőzni ezt a teljesen szétesett Diós Győrt, ahol az új seprű, jó söpör elvalapján jött vissza ez az egykori pályaedző, aki most ugye vezetőedzőként összekapta a tőket, volt szerencséjük is, volt egy jó sorozatuk, aztán most szépen lefeküdtek, leültek a végére, úgyhogy szerintem ott ellenük az utolsó meccsen mindenképpen be kell húzni azt a 3 pontot, hogy meglegyen a biztos bronzérem legalább. És jó, ez a csapat erre mindenképpen jó is most már. Én egyébként nem parentálnám el a Debrecen ellen sem a Vidit, szerintem kiegyensúlyozottabb csapat. Persze, az bármi lehet. Más kérdés, hogy persze nem könnyű Debrecenben nyerni, volt, hogy 10 éven át sikerült a Vidinek, ugye a Lokinak volt kevés sikerélménye. Szóval nem lehetetlen, és hogyha ha ott nem kap ki a Vidi, akkor gyakorlatilag a dobogót már biztosnak már biztos. Tekinthetjük. Más kérdés, hogy akár még második helyre is be lehet érni. Nem tudom, hogy a Paks itt a szezon végén majd milyen arcát mutatja. Szerintem ők most már erősen a kupadöntőre koncentrálnak. Ezt egy elképesztően jó szezonnak értékelem, pont mondtam is a meccs után, hogyha valaki 3 fordulóval a vége előtt azt mondja, hogy 2. vagy 3. hely, legrosszabb esetben 4., de biztos kupa. Én azt mondtam volna tavaly ilyenkor, hogy ha most 3 forduló végén simán bennmaradunk, azt mondtam volna, hogy én ezt nagyon szeretném. És kiderült ezeken az utóbbi meccseken is, hogy milyen jó keresztmetszett. Bejön egy Tóth Tamás Vid, fontos gólt lő rögtön elsőként, kezdőként. Berki Marcell bejön, gyönyörű gólt lő. Bejön Pető Milán, néhány perccel az érkezés után elképesztő góllal jelentkezik. Tehát megvannak a fiataljaink is. És az edző kapcsán többször mondták itt a fiatal kollega is, hogy nem tud beavatkozni a meccsekbe. Én most úgy érzem, hogy igen, jól nyúl bele bizonyos élethelyzetekbe, és tényleg nagyon egységes a Vidi, és tényleg a Paks a kérdés az, hogy próbál a történelmet írni és megnyerni a kupát, és feltesz arra mindent, vagy pedig a bajnokságban megpróbálja megőrizni az ezüstérmet. Nem lesz könnyű, mert annyira nekik sem éj a keretük, meg egy érdekes helyzet, hogy 2. a Paks, vagy 2. és 3. kupába a bajnokságba, de úgy gondolom, hogy a Fradira fognak készülni. Debrecenre szerintem még azért is vigyázni kell egy kicsit, mert ugye matematikailag még ők is elcsíphetik a nemzetközi kupaindulást érő helyet, tehát nekik azért nem lesz mindegy, hogy az ellenünk lejátszott mérkőzés. Ennyi gyakorlatilag. Utána még meg kell venni a Puskást is. Meg kell venni. Igen. Hát nekik egy kicsit nehezebb dolguk van, de biztos, hogy nem fogják odaadni nekünk a mérkőzést, úgyhogy el kell érnünk azt, hogy nyerjünk ellenük. Meglátjuk. Én szerintem a Vidit minden esetre semmiféle kritika nem érheti, és ezt most azért is mondom, mert itt a Diós Győr kapcsán felmerült, hogy hát nem volt túl sportszerű azért, főleg, hogy ugye az Újpest és a Kisvárda még, ha nem is túl éles, de mégiscsak valamiféle versenyt futott a kiesés elkerüléséért. Hát a Diós Győr, nem akarom mondani, hogy szétett lábakkal, de gyakorlatilag úgy érkezett meg Újpestre, hogy tényleg ezzel el is döntötte a kérdést. Nem tudom, hogy azok után, hogy ott is azért kaptak klubvezetői kritikát is, lehet, hogy legközelebb, vagy a Vidi ellen már nem így fognak játszani, úgyhogy ne azon a meccsen múljon, de majd kiderül.
Ami a kérdés, és itt az utolsó másfél-két percben csak ezt akarok rövid véleményt, hogy ha ilyen előfordulhat, hogy egy 12 csapatos, mindig mondtuk, hogy hát ez azért jó, mert itt a végéig az izgalmak, és akkor itt senki nem lehet biztonságban. Három forduló vége előtt a Diósgyőr megteheti, hogy gyakorlatilag tartalék csapattal nekünk már tök mindegy alapon eldöntsön mondjuk egy kiesés elleni harcot, akkor azért én nem érzem indokoltnak a 16 csapatosra bővítést, mert ilyen meccsből lenne 8 az utolsó egy-két fordulóban. 16 talán nem is, de 14 én úgy gondolom, igen, hiszen azért a mezőny 20%-a kiesik, én úgy gondolom, hogy ott rosszak az arányok, tehát 14 nyugodtan lehetne, anyagi biztonság már megvan hozzá, és hát nem tudjuk az igazi motivációt, hogy egyszerűen ők nem akarták a közeli rivális Kisvárdát az élvonalban tudni, vagy más volt a háttérben, de az biztos, hogy nem volt szép mérkőzés, tehát készültek a következő nagy feladatokra, azt mondta az edzőjük, azt mondom előtte, hogy most több játékosnak is lehetőséget ad, akik eddig kevesebbet kaptak, és akkor így már a következő feladatokra készülnek, ami az esetükben a majd augusztusban kezdődő bajnokság, addig már más meccsük nem lesz. Jó, hát meglátjuk, a Vidinek szurkolunk természetesen, hogy akár már Debrecenben biztosítsa be a dobogót is matematikailag, és erről még fogunk tudni beszélni. Nagyon jön a szezon vége, de azért vannak itt még érdekes témák, úgyhogy még néhány adás erejéig kitart a kezdőkör lendülete is, mielőtt mi is nyári szünetre megyünk. Köszönöm a figyelmüket, nektek köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor egy hét múlva találkozunk ismét. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.